Mindig lelkésem. A sorozatokat, a buszokat és a versenyjelentkezéseket. Most itt vagyok, nem busszal érkeztem, és mivel először vagyok ilyen helyen, nagyon izgulok. Szóval mielőtt elfelejtem a nagy izgatottságban, elmondom, hogy 15 éves vagyok, és sosem voltam még szerelmes. Jogosan merül fel bennetek a kérdés, hogy akkor mit is keresek én itt? A bemutatkozásomra a hangsúly az igazánom van. Igaz? Nem, valójában tök hamis. Mármint nem én, hanem az érzéseim vele. Róla, neki, tőle, semmi. Tudom, milyen a kihűlt és még túl is cukrozott tea íze, tudom, milyen a könyv borítójáról megítélni a történetet, és most már tudom, milyen önmagunkat szeretni előbb, mint másokat, magunk előtt pedig teásbögréket, könyveket, a föld kékét és zöldjét, a szavak fontosságát. Kettőnkben csak a velő volt a közös, és mivel ő erősebb volt nálam, neki több volt az agy. Nem voltam neki alkohol, sosem adtam magamból annyit, hogy lerészegüljen és titkokkal dobálózzon felém hajnali 3-kor. Sosem melegítettem fel belülről, hogy azt gondolja, nélkülem fázik. Nem voltam neki reggeli rosszul lét, napközbeni megbánás és esti sóvárgás. Én csak voltam, mikor akarta, hogy legyek, ő viszont sosem lett volna nekem. Többet vett el, mint amennyit adott. Barátokat, perceket, nevetéseket, engem. Nem kellett volna hagynom, ezért én vagyok a hibás, értem pedig ő. Tavaszi megtakarítást tartottam a fejemben, amikor rájöttem. A rossz szerelem olyan, mint a porszívózás előtti pillanat. Félsz a hangos zajától, és hogy olyan dolgokat szippant fel, amik számodra fontosak, de tudod, hogy anélkül kosz marad a szobádban. Azt, amikor a koszt és a fontos dolgokat felszippantottad, bele a porzsákba, a gyomrába, rájössz, hogy nem a porszívó, hanem te vagy a hibás, amiért a fontos dolgokat a padlón hagytad, védtelenül és koszosan. Rájöhetetek, hogy ez nem egy Szabó Magda Szobotka Tibor kapcsolat, bár akkor még annak tűnt. De akkor még nem voltam szemüveges, mostanra dioptriázták a naívságom. Tudjátok, néha elvesztem a világban, ezért kerestem a világot benne. Ahogy nőttem, úgy jöttem rá, hogy nem feltétlen kell a dolgoknak értelmet adni. Ő sem volt ok, sem következmény. Ezért vagyok most itt. Ezért, meg azért. Ezért, meg az érzésért. És mert majd lesz valaki, akinek én leszek a zöld, nekem pedig ő a kék, egymásnak pedig a világot fogjuk jelenteni, akinek több leszek, mint egy Adi verset olvasó lány, akinek én leszek a lapokon íves betűvel írt, almás teával átáztatott szerelem, meg a Valentin nap teljes egészében, egész évben.